12 nyelven beszél, és még ennél is több nyelvet ért dr. Olá Máté, gyógyszerész közgazdász. Különleges képesség, speciális érzék, vagy szimplán csak tanulás kérdése mindez. Egy nem hétköznapi történet következik most. Tisztázzuk először is ahhoz, hogy legyen egy megfelelő kiindulási pontja a beszélgetésnek, hogy pontosan mit jelent az, hogy poliglott? Hát egy olyan emberről van szó, aki több nyelvet beszél. Azt gondolom, hogy talán érdemes egy kicsit azon, akár kiterjeszteni ezt a gondolatot arra, hogy aki több nyelvet szeret, beszél, foglalkozik velük. Téged hány nyelven nem lehet eladni? Ó! Azt gondolom, hogy itt érdemes egy ilyen kis csoportosítást berakni a nyelvek közé. Azt mondanám, hogy van egy olyan csoport, amiket igazán jól beszélek, és mondjuk a tolmácsolás sem lenne gond, ide raknék mondjuk egy 3-4 nyelvet. De sorold, és akkor számolom. Hát ez mondjuk az angol, német, francia, spanyol, és akkor van egy olyan második... Hát és a magyar is. Magyar, persze, igen, magyarul is beszélek. Magyarul is tolmácsol. Igen. És azt mondom, hogy van egy ilyen második kör, ahol azért készülgetni kéne, de jobban, tehát mit tudom, mondjuk olaszról, vagy portugálról, ez nem lenne gond. És akkor van egy ilyen harmadik kategória, ahol mondjuk azt, hogy írott szövegeket meg tudok érteni, vagy ilyen, mit tudom, mondjuk valaki, tehát hogyha valaki ezeken a nyelveken beszél, akkor azokkal úgy, hogyha mondjuk ő azon a nyelven beszél, akkor én vissza tudok válaszolni egy másikon, és akkor rakjuk ide mondjuk a szlovákot, főleg a lengyelt, meg mondjuk az ukránt. De ez a harmadik kategória tényleg olyan, hogy itt Az orosz, azt még rakjuk be egy ilyen szolid második körbe. Hát akkor de akkor az 11. Azt elfelejtettem, na, igen. Igen. Mondjuk néhány nyelvet én is el szoktam felejteni, így ahogy tudom. Kínai. Kínaiul pár írásjellel ismerkedtem az egyik barátomnak köszönhetően, az még legyen egy negyedik kategória, tehát egy ilyen akkor hármas alá. 12. Szerintem itt megállhatunk. De igen. Várjunk. És ebben a pillanatban szerintem itt nem szabad megállni, és aztán vitatkozzunk, hogyha én ezt kívülről rosszul látom. Ugyanis én azt figyeltem meg, hogy aki egy nyelvcsaládnak egy nyelvét mélyen ismer, tehát mondjuk spanyol-portugál, vegyük a legegyszerűbb példát, vagy azt mondják például az ukránok, hogy aki ukránul meg oroszul beszél, azt nem lehet eladni Lengyelországba, Szlovákiába, stb. Tehát ez kvázi olyan, mint egy ilyen karácsonyfa. Egyszer csak szélesedik kifelé, így van. Tehát ha valaki 10-12 nyelvhez konyít, akkor utána az valószínűleg logikailag sokszorozódik. Abszolút igaz, hogy én azt gondolom, hogy csak a számolást érdemes itt abba hagyni, de ahogy mondod, tehát pontosan igazából ugye Edinkával beszéltük is, hogy ugye ez a nyelvtanulás olyan, mint egy ilyen nutellás csupor, tehát hogyha elkezdesz benne vájkálni, akkor utána ugye alapvetően ugye nagyon könnyen benne marad a kezed, míg nem megeszed, és akkor tudsz venni egy újat. Tehát azt gondolom, hogy ebben abszolút igazad van, és a karácsonyfa terebélyesedése, vagy az, amit mondasz, tehát, hogy tehát akár az, hogy egy nyelvcsaládból több nyelvet és cizellálni egy nyelvcsalád belül ugye a tudást, új embereket, új kultúrákat megismerni, ez mind remek. És hát bőven van még ugye olyan nyelvcsalád is, amivel lehetne ismerkedni, és akkor az ember ugye egy ilyen abszolút nulláról kezdő, vagy a bébi szinten kezdi a tanulást. Tehát te akkor egy ilyen megszállottja vagy a nyelvtanulásnak, azt lehet mondani? Hát nagyon szívesen foglalkozom vele, inkább ezt mondanám én. Azt gondolom, hogy az embernek olyan dolgokkal érdemes foglalkozni, ami flót okoz neki, tehát ami egy ilyen áramlatérzésbe hozza. Hogyha nektek mondjuk akár, nem tudom, mondjuk a videókészítés, vagy nem tudom, itt igazából a másnak mondjuk a kertészkedés, azt mondanám, hogy mondjuk ez egy olyan hobbi, amiben nagyon jól kitudod. Ó, igen. Megvan a pillanat, amikor neked bekattant, hogy ez flót okoz? Azt gondolom, hogy ez elég korán kezdődött, talán jó volt az iskolai oktatás. Azt gondolom, hogy nekem nagyon-nagyon-nagyon sokat jelentett egyébként ebben a nyelvtanulásban való úton, azt elolvastam Lomkatónak a könyveit. Talán róla is olvastok, ugye tulajdonképpen egy 16 nyelvű magyar tolmács volt korábban. Azért hozzá kell tenni, hogy a tolmácsolás az ő időszakában egy kicsit, vagy az ő idejében egy picit más volt, mint most. Miben volt más? Hát most egy sokkal szofisztikáltabb, kifinomultabb, azt mondanám, vagy inkább specializálódott.
kumulálódott dolgokról van szó. Ő pedig egy olyan időszakban élt, amikor nem nagyon volt tolmács, és mondjuk azt, hogy ő egy ilyen, ő mindig elutasította magáról, hogy ő poliglott, ő azt mondta, hogy ő a nyelvek szerelmese. Uh-huh. Kvázi egy ilyen, tudom, hogy nincs ilyen szó, de mondjuk egy ilyen lingvofil ember. És alapvetően ugye ő egy olyan típusú tolmács volt, akit a körülmények, az életkörülményei, és ugye az aktuális történelmi időszak tett 16. És mit tetszett meg benne? Bocsánat, mondjad. Ugye a Laci kérdésére visszatérve, hogy volt ez a pillanat? Tehát, hogy mikor van az, amikor ez a könyv te kezedbe kerül, amikor te ezt elolvasod, amikor eldöntöd, hogy új, még egy nyelv. Mi volt az első nyelv, amit meg elkezdtél? Az első nyelv az angol volt, és utána mindig franciát. Akkor az általános iskola. Igen. Mindig franciát szerettem volna tanulni, aztán ugye az volt, hogy egy kétanyelvű gimnáziumba jártam, és ott beírtad, hogy igazából ott hát németre kellett járni, aztán volt lehetőség egy kis oroszra is, tehát azt gondolom, hogy ez a faj tovább terebélyesedett. És akkor utána a munkámnak köszönhetően, meg itt ilyen baráti szálloknak köszönhetően bekapcsolódott a spanyol, majd a portugál, tehát azt gondolom, hogy ennek van egy ilyen, szóval van egy ilyen kulturális, ismerkedős jelentősége is. Igen. És akkor azt, hogy mikor kattant be, azt gondolom, hogy hát amikor ez a könyv így a kezembe került, de ez ilyen egész korán volt, tehát mit tudom én, ilyen tizen... pár éves koromban. De mit tetszett meg Lomkató történetében? Igen. Vagy egyáltalán az ő személyiségében? Most egyébként nekem nagyon tetszett a történelmi időszak is, meg az a kontextus, amiben ő volt. Ő mindig, tehát tulajdonképpen amikor azt gondolom, hogy tehát ez ember élettörténet szempontjából is egy nagyon szép dolog, hogy ő tulajdonképpen itt ugye a második világháború után tulajdonképpen a lövészárok mellett, vagy egy ilyen óvóhelyen tanult meg mondjuk oroszul. És azt gondolom, hogy abban a szemben is egy nagyon szép történet, hogy a nyelv segítségével ugye egy viszonylag mélyen lévő helyzetből abszolút egy ilyen fölfelé vezető irányba indult el ez a hölgy. És akkor ami szerintem nagyon, nagyon szép benne az, hogy most kicsit így plagizálok is tőle, ami ugye azt mondta, hogy a nyelv az egy olyan dolog, amit rosszul is érdemes tudni. És ez valóban így van, tehát nem olyan, mint Laci, mert nagyon bologat, csak hallgatlak, de így ösztönösen bólogatok, plusz őrült módon figyellek, ugyanis nekem réges-régen az egyik tanárom mondta, hogy a nyelv az szerinte úgy néz ki, hogy 70%-80% a metakommunikáció, és 20% maga a tényleges nyelv. Na most ehhez képest, ahogy erről meséltél, folyamatosan gesztusrendszereket használsz. Azaz, hogyha nem hallgatlak, lehet, hogy akkor is elkezdelek érteni, mert használod a testedet, mindent, kommunikálsz valójában. De egy poliglotnál ez a kommunikáció. Ez észrevetted magadon, hogy amikor olaszul gondolkozol, akkor olaszul magyarázol, amikor spanyolul, akkor... Azt gondolom, hogy igen. Tehát hogy alapvetően van az a... Szóval van az a... Hát nem is tudom, inkább ehhez mondjuk talán inkább az adott nyelvnek a fiaival és lányaival kell több időt eltölteni, hogy az ember ugye ezzel komfortos legyen. De azért más a tempója is a nyelveknek, nem? Tehát, hogy más tempóban kell olaszul beszélni, mint angolul, vagy mint oroszul? Hát itt az emberek a saját tempója is számításba jön szerintem. Tehát van, aki lassabban beszél spanyolul, van, aki gyorsabban beszél. Hát én még lassan beszélő spanyolra nem igen találkoztam. Hát igen, de nem jártál sokat spanyol kocsmába. De akkor érdemes elmenni egyébként Latin-Amerikába, vagy nem tudom, hallottam olyan embert egyébként beszélni, aki, nem tudom, tehát a Yucatán félszigeten ugye vannak még olyan kisebb nyelvek, ami, hát nem mondhatom azt, hogy maja, de tulajdonképpen a majának egy ilyen modernebb verziója. És ezt természetesen érted? Nem, sajnos nem. Csak olyan embert láttam egyébként, aki küszködött a spanyollal. És képzeljétek el, egy olyan emberrel találkozol, aki elmész Mexikóba, beszélgetni szeretném, mondjuk éppen keresem mondjuk valamit ezen a helyen, és alapvetően ugye ő a kis törzsi szavait hát elég rendesen beletűzdelt ebbe a spanyolba. Tehát azt gondolom, hogy persze nem ellent mondani akarok, de hogy talán vannak olyan emberek, akik lassabban beszélnek spanyolul. Biztos, hogy jobban tudod, mint én. Nem ezért mondom, csak hogy Latin-Amerikában is találsz olyat, aki nem csak a kocsmában beszél lassan. Az a hit vagy tévhit az emberekben általában. És
Magyarországon, az angolokkal, Amerikában, a világgal szemben, mert az amerikaiak például sokszor azt gondolom, hogy nem tudjuk, ők rettentő kis hitűek saját magukkal szemben a nyelveket illetően, mert ők azt mondják, hogy lusták lettek, mert a világ elkezdett angolul beszélni, ők ezzel megelégedtek, és nem tanulnak idegen nyelveket, és ez nekik magukkal szemben nem tetszik. Uh-huh. Igen, nagyon jó lenne nyelvet, nyelveket beszélni, de hát az őrült mennyiségű idő. Aztán sok szakember azt mondja, hogy a második, harmadik nyelv után ez már töredékidő, mert a nyelvhasználat, a nyelvtanulás ritmusa, tudása már megvan, tehát csökken az idő, igaz ez? Valóban vannak analógiák, tehát azt gondolom, hogy aki mondjuk jól beszél, tehát van egy nagyon jó latin alapja, vagy mondjuk nem tudom, mondjuk tud franciául és spanyolul szeretne tanulni, annak a nyelv tannya, vagy a nyelv szerkezete, vagy a nyelv logikája, ahogy tetszik, ugye valóban már a fejében van. Tehát ebből a szempontból sokkal-sokkal könnyebb. Ha igazán jól akar beszélni valaki, akkor viszont érdemes a különbségekre, vagy az ilyen kis nüansznyi dolgokra is odafigyelni. Azért, mert ugye ha maradunk annál a paradigmánál, hogy a nyelvet lehet, vagy érdemes nem tökéletesen, vagy akár rosszul is beszélni, akkor ez abszolút megállja a helyét. Ugyanakkor, hogyha igazán apróságokat vagy finomságokat is szépen szeretnénk elmondani mondjuk spanyolul, akkor teljesen mások a végződések, a szóképzési mechanizmusok, mint mondjuk a franciában. Ezek teljesen más, aztán egy kicsit erős, tehát van hasonlóság, de hogyha igazán pontosan szeretnéd mondani, akkor minden nyelvnek neked van egy. Milyen a latin alapod? A latin alapom roppantul gyenge. Nekem az eredeti végzettségem gyógyszerész, és ugye az egyetemen tanultam latinul. Tehát azt gondolom, hogy az orvos... Így beesik egy Még szeretném, hogy beszélgessünk, igen, hogy egyébként mivel foglalkozol, de még a nyelveknél. Az orvosi latin, meg a gyógyszerészeti latin tekintetében azt gondolom, hogy ugye az ember ott olvasni, vagy nem tudom, ugye hát fordítgatni akár azt tud, de ugye ennek azt gondolom, hogy inkább csak ilyen szakmai relevanciája van. Az, hogy érdemes egy nyelvet rosszul is tudni, az egyébként miért tartod azt tényleg igaznak? Vagy mennyire rosszul érdemes tudni, tehát, hogy amikor az ember tényleg csak makog, vagy csak néhány szót tud, akkor is merje használni? Egészen icipici tudást is szerintem érdemes használni. Tehát én azt gondolom, hogy amiről beszéltünk az előbb, hogy ugye van-e olyan szintű nyelvtudás, amit érdemes gyakorlatba helyezni, szerintem minden szintű nyelvtudást érdemes gyakorlatba helyezni. Nagyon érdekes egyébként, vannak olyan, hát főleg ilyen újabb iskolák, akik a nyelvtanulást inkább úgy képzelik, hogy ilyen panelmondatokkal kell, hogy működjön, vagy megtanulsz bizonyos mennyiségű akár szót, akár mondatot, és azokat gyakorolgatod egy ilyen szituációban. Ez sem rossz, de én azt gondolom, hogy az igazi az valóban az, hogyha az ember fejleszti a tudását, kipróbálja magát minél több szintet, és azt gondolom, hogy abszolút a legalapabb dolgot is érdemes kipróbálni. Csak sokan cikinek szokták érezni azt, hogyha nem beszélnek jól egy nyelvet, és mégis arra kényszerülnek adott helyzetben, hogy azt használják. Hát a gond inkább az, akkor van, hogyha megpróbálsz használni egy nyelvet, tegyük fel, mit tudom én, spanyolul akarsz beszélni, és akkor nyilván ugye a beszélgető partnered az fellelkes, hogy akkor végre találtam egy olyat, aki beszél spanyol, és akkor elkezd baromi gyorsan beszélni. És visszatérve egyébként a te példádra, az előbb ugye mondtad, hogy az amerikaiak nagyon, nagyon hozzászoktak ahhoz, hogy angolul beszélnek. Szerintem ez inkább egy ilyen nagyon érdekes, az üzletben egy nagyon érdekes kérdés. Mert hogyha az anyanyelveden tárgyalhatsz, az ugye egy óriási előnyt ad a te esetedben a tárgyalás. Ez most ezt mondjuk ki, szerintem így van. Tehát ez olyan dolog, hogyha nem tudom, mondjuk magyarul lehetne tárgyalni a legtöbb dologban, akkor nyilván én is nagyon-nagyon szeretnék magyarul tárgyalni, az egy másik kérdés, hogy ez senkit nem érdekel. Tehát azt gondolom, hogy itt visszatérve, ugye, ha Magyarországon is a nyelvtanulásról beszélünk, akkor szerintem érdemes elkezdeni bármit. Ebben részben értek egyet, amit mondasz, mert szerintem ez viszont... ha már az üzletet mondod, ez tudásszint kérdése. Azzal teljesen egyetértek, hogy erről nem szoktak beszélni az emberek, hogy mondjuk egy üzleti tárgyaláson leülnek a partnerek az asztalhoz, és ha valaki gyengébb üzleti pozícióban van, de mondjuk erősebb az angolja, akkor azzal bizony él és visszaél, ritmust vált, és kvázi, hogy mondjam, definiálja a beszélgetést. Hát meg egy kicsit a másik felé kerül ezzel. Így van. Igen. Ha
ha a tárgyalási nyelv az anyanyelv, lásd egy amerikai esetében mondjuk az angol, akkor pontosan szembesülni lehet azzal, amit mondasz, természetesen él azzal az előnnyel, hogy neki nem kell gondolkodnia. De én azt gondolom ezzel kapcsolatban, hogy ez a szint nem feltétlenül kell, hogy angol kifejezéssel élve native legyen, hanem hogyha valaki elsajátítja, és kérlek korrigálj, hogyha ha nem jól gondolom, hogyha valaki eljut arra a szintre egy nyelv ismeretében, hogy nem fordít belül, hanem azon a nyelven gondolkodik, tehát beköltözik abba a szobájába, akkor onnantól kezdve nincs előny vagy hátrány. Nagyon érdekes dolog, amit mondasz, ez a szobába beköltözés, ezt lehet, hogy mostanában ezzel máshol is használni fogom. Ha megengedett, persze. Én is hallottam. Tehát, hogyha abba a nyelvi kontextusba bele tud ülni, abba a kis fészekbe belehelyezi magát, ez valóban nagyon-nagyon helyes. És amit mondasz, ez azért érdekes, hogy mondod, hogy ha elír egy bizonyos szint, akkor már nem kell fordítani. És én pont azon gondolkodtam, hogy szerintem én ezt nagyon ritkán, vagy nem, vagy szinte soha nem fordítom a fejem. Vagy csak olyan, tehát olyan szavaknál, vagy olyan beszélgetés részeknél, ahol nagyon-nagyon nem ismerem a szavakat, vagy a használandó kifejezéseket az emberre. Akkor tudod, de hány nyelven gondolkodsz? Vannak ilyen állapotok, amikor kérdezi valaki, biztos veled is előszokott fordulni, hogy te is mit jelent az a szó? Milyen összefüggésben mit jelent? Pontosan. De most, tehát hogyha mondjuk én most kérdezek tőled valamit magyarul, akkor te gondolkodás nélkül el tudsz kezdeni rá választani rögtön angolul, aztán kérdezek valami mást magyarul, és akkor te arra rögtön tudsz gondolkodás nélkül választani németül? Tehát most ezt így értem? Sokkal könnyebb úgy, hogyha nem tudom, te mondjuk tehát hogyha nem úgy kérdezed meg, hogy nem tudom, mondjuk ez a szó hogy van németül, nem biztos, hogy így fogom tudni, de hogyha beszélgetnénk, és mondjuk az a szó úgy használni kéne egy mondatban, akkor hamarabb eszembe jutna. Akkor csak úgy kijön. Nem, ez bocsánat, akkor félreérthető volt ezek szerint, amit én mondtam. Ez egy azonos nyelvű beszélgetésnél lényeges. Tehát, ha mi most elkezdünk angolul beszélgetni, akkor ennek a beszélgetésnek a flója belül is angolul kellene, mert szerintem onnan van a tökéletesen használt nyelvállapota, hogy nem, mert ha ez spéttel megy, tehát először magyarul fogalmazunk meg, és azt magadba fordítod, és utána átfordítjuk, mondod, akkor egyrészt döcögős lesz a beszélgetés. Na most ehhez szerintem az idegen nyelv használatának a képessége, hát amihez kell legalább egy idegen nyelv, és nekem mindig az volt nem problémám, hanem azt figyeltem meg, hogy valahogy az elmúlt 60 évben, amióta én létezek, valahogy itthon mi nem tanítottuk az idegen nyelv használatot. Ez sem az oroszra nem volt, tehát tanítjuk a nyelvet a maga poroszos szabályaival, mert minden nyelvnek van egy nyelvi struktúrája, megtanulják az emberek a szabályokat, rendben van. Megtanul hozzá egy zsák szót, rendben van. Ettől még nem beszéli azt a nyelvet, mert annak a nyelvnek őrült mennyiségű sajátossága van. Érdekes, amit mondasz, és azt gondolom, hogy nagyon sokáig a magyar nyelvoktatás talán egy picit, ezt nem tudom megmondani, hogy most milyen, mert ugye nem, tehát institucionális keremények között nem nagyon tanulok nyelvet, de ugye valóban lehet egy ilyen grammatizáló felhang abban, ahogy tanítanak. És ez valóban nem túl szerencsés, mert abszolút megakasztja a gondolkodást, és megakasztja a beszédkészséget. És visszatérve, amit ugye te mondtál, és arra koncentrál, hogy egy mondatot összerak helyesen, nyelvtanilag, ott elvesztetted a fonalat, miközben New Yorkban voltam, és Harlemben beszédben legyettem helyekkel. Ott a nyelvtant, mint létező entitást, azt felejtsd el. Az egész lét egy slang. Mint ahogy nem vesszük észre, de magyarul sem helyesen beszélünk a hétköznapokban, mert valójában... Értem. De nem figyeled a nyelvtani szabályokat magyarul, ahogy beszélsz. Nem gondolkodsz rajta legalábbis. Igen. De értjük egymást.
nagyon helyes volt a komment, nem akarok feszélni, hát egy nyelvtannáci sem lenni, de azt gondolom, hogy ez, tehát azért azt gondolom, hogy ha a magyar tartjuk az anyanyelvünknek, akkor azért az szép, hogyha nem tudom, mondjuk ezeket betűk. Viszont azt is tökre sértem, amire te gondolsz, tehát ott, hogy mondjuk az egyes szám harmadik személyben abszolút elmarad az S, tehát ezeket abszolút értem, ugye? Tehát ezek, hát azt gondolom, hogy ezek viszont egy nyelvi rétegek, nyelvi változatok. Mondok egy példát, Magyarországon is van olyan vidék, ahol azt mondják, hogy nem tudom, elmentem az anyukámnál. Tehát, hogy igen. És ez sem helytelen, vagy nem tudom, hogy hát ugyanakkor azért kicsit furán hangzik a fülnek, de azt gondolom, hogy mindenki... Szerintem ahhoz, hogy szabadon használjon valaki egy nyelvet, ahhoz szükség van nyelvi arroganciára. Én nagyon szeretek olvasni. Sokkal kevesebbet olvasok, mint amennyit szeretnék, és az is ugye inkább már, mit tudom én, Kindle-ön történik, meg nem tudom, a telefonon, de hogy valóban, tehát én még szerettem mondjuk, nem tudom, a könyvszagot, meg ilyenek. Mindegy, ez egy részletkérdés. Tehát azt gondolom, hogy olyan típusú tevékenységet érdemes megtalálni, amit szeretsz, és ami ahhoz a nyelvhez köt. És akkor most, amit szeretsz, az mondhatok ilyen példákat a saját életemből, akár különböző nyelvekre is. Valóban én például, tehát ilyen, mondjuk, mit tudom én, ilyen gazdasággal kapcsolatos dolgokat angolul szoktam olvasni. De hogy mit tudom, például csomó ilyen szép irodalmi dolgot, meg egyébként spanyolul olvasok, azért, mert azt gondolom, hogy valamivel expresszívebb a nyelv. De ugye most már van Netflix, mit tudom, van HBO Max, Mega Disney Go, stb. Tehát igazából, vagy tehát bármilyen filmet tud nézni, és itt nagyon hasznos az, hogy ugye most már ezeken a csatornákon megy ugye a felirat is. Tehát nyugodtan tessék angolul hallgatni, és tessék berakni az angol feliratot, és hogyha, ahogy mondod, a nyelvi arroganciának köszönhetően nem is kell ott minden szót érteni. De ha esetleg megnézed a szótárban vagy a telefonon, szerintem az nem gond, akkor pedig ugye kontextusban volt az a szó, tehát akár föl is írhatod, vagy érdemes egy szó kapcsolatot memorizálni, tehát nem csak azt az egy szót, amit nem értettél, hanem hogy az hogyan fordult elő. Hát kérdezzem meg, hogy neked mi a véleményed arról, hogy szerinted Magyarországon miért tart ott a nyelvtudás ahol? Tehát most már talán a legújabb, vagy a legfiatalabb generációra ez nem igaz, de a 30 pluszosokra feltétlenül, hogy egyszerűen nem tudnak normálisan megtanulni nyelveket, vagy az emberek többsége legalábbis nem tud normálisan nyelveket megtanulni. Talán azt mondanám, hogy ami nem annyira segít, visszakapcsolva a te nyelvi ignoranciás gondolatodhoz, az a perfekcionizmus, ami vagy gyerek óta belenevelt dolog, hogy az angol, a német, a stb. Az egy tantárgy, tehát hogy abból meg kell felelni, be kell írni a nyelvtani szabályokat, stb. És azt gondolom, hogy a másik dolog az pedig az, hogy nagyon, tehát hogy kisebb ennek a korosztálynak a nyelvi kitettsége. És akkor a nyelvi kitettség alatt értem a gyerekkori nyelvi kitettséget, tehát hogy az iskolában tanulta-e, volt-e orosz tanítása, stb. Ugyanakkor, hát most sem igyekszik annyira nagyon ezzel foglalkozni. De hogy mondok ilyen példákat, nekem például volt egy olyan ismerősöm az egyik cégnél, akinek gondot okozott az angol, de hogy mit tudom, mondjuk angolra állította a telefonját. Akkor nem tudom, hogy nagyon érdekelték valamiért ezek a hadi operációk, és akkor nem tudom, ilyen első világháborús, meg második világháborús filmeket nézett, szintén angol, és olyan szavakat tanult meg, ami egyébként nagyon érdekes volt, szerintem nem, tehát nyilván ez kicsit csúnya mondás, de hogy nem túl hasznos, de ugyanakkor olyan módszert talált arra, amivel ő tud angolul tanulni, vagy ő találja meg azt a módszert, amivel ugye el tudja ezeket a dolgokat sejteni. Ezért mondom, hogy ez olvasás, ez most már átalakulhat, és szerintem lehet mondjuk egy ilyen, hogy is mondjam, egy ilyen edukált filmnézés is, vagy mondok valamit, van egy másik nagyon kedves ismerősöm, aki egyébként számítógépes játékokból tanult meg angolul, de olyan szinten, tehát hogy ilyen kalapodat emeled. Hát igen, egy kicsit az jutott eszembe, hogy egyébként az ember, hogyha kevésbé jól beszél egyelőre egy nyelvet, tehát mondjuk, hogy hülye, de bátor, akkor azért azzal sokra tud menni adott esetben. Hát itt volt az egyik vendégünk, Pumpet Gabó, akinek van egy kitűnő angolja, köszönhetően annak, hogy egy amerikai valóságshow-n nőtt föl. Igen, a Jersey Shore. És azt mondta, hogy ő azt imádta, ő ilyen szereplő akart lenni, aztán ilyen is lett. Tehát azt csak angolul lehetett fogyasztani. Hát ő ezt elfogyasztotta, és ezen keresztül megtanulta angolul. Mi a gyerekkorunkban a Cartoon Networkről tanultunk angolul, úgyhogy én pontosan tudom, hogy ez hogy volt. Egyébként azt gondolom, hogy ez viszont egy kicsit ilyen talán sztereotípa, hogy az előbb gondolkodtunk, vagy beszélgettünk. Ugye azt mondod, hogy a 30-40 éves korosztály, tehát most ez a videójátékos példa, akiről beszéltem, ez egy 35 éves ember. Tehát, hogy igazából, tehát, hogy
gyereknek mondjuk nem mondanám. Vannak, tehát szerintem ez szélesedik, mert a 35 éves ember az elkezdett játszani. De akkor, amikor ő elkezdett játszani, még nem ekkora tömegben játszottak, mert most már szinte mindenki játszik. Hát vagy eleget foglalkozott vele, vagy mit tudom, olyat választott. Te ebből élsz egyébként, hogy poliglott vagy? Azt gondolom, hogy ez egy olyan hobbi, ami, vagy hobbi, egy flow-szerű tevékenység, amit egyébként lehet pénzszerzésre is fordítani. Én azt gondolom, egyébként fordítani, tolmácsolni valóban szoktam. Nem teljesen ebből élek egyébként. Tehát azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon nemes és szép feladat, hogyha valaki fordítónak, tolmácsnak áll. Azt gondolom, hogy Magyarországon, hogyha valaki ezt full-time csinálja, az nem a legkönnyebb mesdje, vagy nem a legkönnyebb terület. Milyen szempontból nem könnyű? Hát vagy nagyon sokat kell dolgozni, vagy úgy értem, hogy igazából, hogy ha valaki igazán jól csinálja, akkor persze van elég megrendelése, de egyrészt fárasztó, másrészt pedig, hát talán az utóbbi 5 évben azt kell, hogy mondjam, hogy a fordító meg a tolmács piac egyébként nagyon nagyot ugrott azzal, hogy a formális tolmács képzéseket nagyon-nagyon jól megjavították, és egyre jobb és egyre specializáltabb szakemberek tanítanak ezeken a helyeken. És akkor visszatérve az eredeti kérdésedre, hogy ugye hány nyelvvel vagyok kapcsolatban, vagy hány nyelvet beszélek, hogyha fel kéne helyezni erre a tolmács listára, tehát a mai tolmács listára pár nyelvet, hát akkor mondjuk azt mondanám, hogy egy kezemnél megállnék. Uh-huh. És egyszerűen azért, mert tudom azt, hogy milyen elvárások vannak, ugye ott is ilyen csoportokból osztják egyébként a nyelveket, A, B és C nyelvekre, az A nyelv az, amit kvázi anyanyelvként beszélsz, a B az, ami ilyen akár közel anyanyelvi, de hogy alapvetően ez arra a nyelvre is tudsz fordítani, tolmácsolni, és a C nyelv, amiről ugye be tudsz fogadni infokat. Akkor ezen kívül, hogy beszélsz számtalan nyelvet, mert ezt még nem tudtunk, mert néha beugrik egy latin. Néha még azért, most már 13. Hogy mivel foglalkozol egyébként? Mivel foglalkozom? Én alapvetően tanácsadóként dolgozom igazából a gyógyszeriparban, és akkor ennek ugye van egy olyan dimenzió is, van egy ilyen marketinges dimenzió, tehát nekem van egy ilyen marketinges hátterem, és ezen kívül ugye fordítás, tolmácsolással is foglalkozom. Mit csinál egy gyógyszeripari tanácsadó? Azt mondja, hogy oltás kéne a Covid-ra? És hát akkor ezt is mondhatja, tehát azt gondolom, hogy vannak olyan típusú kollégák, akik ugye ilyen, hogy is mondjam, ilyen társadalmi edukációval foglalkoznak. Én alapvetően jelen pillanatban a nőgyógyászat területén foglalkozom marketinggel. Egyébként az egyik magyarországi vezető gyógyszergyárnak a latin-amerikai üzletágának vagyok a marketingese. Tehát tulajdonképpen ugye abban segítem itt ennek a cégnek a munkáját, hogy Latin-Amerikában minél sikeresebbek legyünk, és minél több nőhöz jutassunk. Eljön a spanyolok. Abszolút, és azt gondolom, meg hogy az ilyen hispanofil vagy luzofil hozzáállás az szerencsés. Itt egyébként nagyon érdekes, tehát azt gondolom, hogy a régióban inkább egy ilyen, meg a gyógyszeriparban általában nagyon fontos a hozzáállás. Tehát az előbb ugye beszéltünk arról, hogy mennyire fontos ugye az adott régiónak a nyelvét beszélni, és abszolút fontos, hogy háttérünk arra, hogy mit tudom mondjuk az üzletben fontos a spanyolul beszélni Mexikóban, elementárisan fontos. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy az emberek szíve nyílik meg másképp. És azt gondolom, hogy persze most lehet beszélni számokról, chartokról, különböző diagramokról. Viszont valószínűleg a sok nyelv a simulékonyabbá is teszi az embert. Tehát jobban tud kapcsolatot építeni, jobban tud kommunikálni. Nokdácu a végén, hívhatjuk ezt marketingnek, jobban tud eladni. Abszolút, igen. Elmesélek egy nagyon érdekes történet ezzel kapcsolatban, ez Brazíliában volt, ahol egy projektről beszéltünk, most a részletek nélkül, alapvetően ugye itt a nyilvánvalóan minden kolléga beszél valamennyire angolul, ki jobban, ki kevésbé. Itt azonban egy nagyon érdekes dolog történt, ugye tényleg egy nagyon hosszú meetingen voltunk túl, ahol bemutatták az éves terveiket, elmesélték, hogy mit szeretnének csinálni, és hát lehet, hogy ez ugye az én nyelvi hiányosságomnak, vagy a másik oldalról ilyen típusú elmesélési hiányosság volt. Nagyon-nagyon sokáig nem értettem meg a fő orvostudományi projektet. És a legvégén elmondtam, hogy hát, hogyha így valamit még hozzátennétek, akkor nyugodtan mondjátok már el portugálul. Elmondták, na és akkor megértettem.
Aha, tehát, hogy az, tehát az, azt gondolom, hogy egészen addig, persze most ez lehetett az én hibám, vagy a másik oldal hibája. Igen, de lehet, hogy nyilván a saját anyanyelvén kezdte el, és de abban a percben, amikor ez portugálul elhangzott, az a pár szó, világossá vált az egész projekt. És innentől kezdve aztán a támogatást is kapott, csak addig nem értettem, hogy pontosan mit akar. Annyi országot, meg várost említettél, mert azért nagy világutazó is vagy akkor. Szívesen utazom, inkább ezt mondanám. Aztán az ember ezt mindig, ez lehet, hogy visszaszívja, mert pont az elmúlt időszakban volt lehetőségem elég sokat utazni, főleg ilyen üzleti kontextusban, és amikor ugye nagyon-nagyon sokat utazol, vagy nagyon sokat, vagy főleg tengeren túl, akkor azért nem biztos, hogy a legjobb az utazás, a jetlag, az itt vagy, ott vagy, hol ébredsz föl, de igen, alapvetően kellemes utazás. Magánéletet, ha kérdezhetek, hogy néz ki, egyedül élsz partner kapcsolatban? Igen, igen, van párom, és ugye ez úgy néz ki, hogy ő magyar, tehát alapvetően igazából ugye emiatt nem kell utazni, ez nagyon-nagyon szerencsés. Ő beszél nyelveket? Abszolút, abszolút, igen, igen, igen. Ő egyébként angolul és hollandul beszél, nagyon érdekes kombináció. Na neked a holland az nincs meg? Hát nincs meg, azt mondanám, igen, hogy de... hollandul nem tudjuk, aki mondjuk tudom, csúnya lesz, és lehet, hogy megköveznek, érte, de hogy olvasni mondjuk azért többé-kevésbé, vagy egy pár 14. rátanulással. Igen, tehát egy kis rátanulással azért ezt el tudod olvasni, érteni nem érteni. Meg szóval, egyébként a belgát könnyebb érteni, mint a hollandot. Tehát, hogy... Akkor 15. Jó. Nem. Úgy három nyelv után lehetett csajozni ezzel? Hát azt gondolom, hogy, szóval, hogy tehát, lehet, tehát, közelebb visz, interkulturálisan épít, igen. Azt hiszem, ezt most elteszem, tehát interkulturálisan épít. Figyelj, nekem van még pár olyan kérdés, amit szerintem mindenki föltesz neked, amikor megtudja, hogy ilyen sok nyelven értesz. Szerinted azok közül legalábbis, amiket te ismersz, és úgy gondolod, hogy beszélsz, vagy értesz nyelvek, melyik a legszebb? Legszebb? A francia. Hát a francia sem rossz, vagy hát a spanyol. Az én szerintem nagyon közel áll a spanyol egyébként. Az ilyen tüzes, ilyen. Igen, igen, igen. Régen egyébként volt egy ilyen kis... Így pöszíteni? Nem, az én spanyol az nagyon-nagyon-nagyon mexikói. Nekem nagyon sok mexikói barátom volt, meg korábban igazából több időt töltöttem ebben az országban, és emiatt egyébként kicsit ilyen mexikóibb a spanyolom. Tehát akkor a legszebb szerinted a spanyol? Hát nem, a francia is nagyon szép. Engedek itt a... Melyik a legnehezebb? Legnehezebb? Hát azt gondolom, hogy ha az ember magyarul beszél, akkor egy másik nyelvcsaládba tartozó nyelvet nehéz megtanulni. Én például, tehát én mondjuk nehéznek találtam az oroszt a saját esetemben. Ott is egyébként bejön az, hogy az ember ugye már egyre többet tud, és akkor ezeket a nyelvi transzfereket végzi, amikről itt beszéltünk. De hogyha mondjuk egy másik nyelvcsaláddal kell kezdeni, mondjuk a kínai, én egyébként jártam egyébként kínai nyelvtanokra, mert tényleg nagyon rövid ideig. Szóval ott azt gondolom, hogy hát nagyon. Tehát nagyon kell egy kis türelem, meg egy ülőgumó, meg próbálkozás, meg szorgalom. Ez is nagyon fontos egyébként. Tehát azt gondolom, hogy ha nyelvtanulásról beszélünk, akkor szorgalomra is szükség van. Vagy megtalálni azt a nagyon-nagyon sok és lehetőleg hosszú órákat, amit te flow-val tudsz tölteni, legyen az most olvasás, legyen az most tévénézés, legyen az... akármi, ami ahol a nyelvvel kapcsolatban kerülsz. És melyik a legkönnyebb, azt is, hogy kérdezzem meg, mert akkor csak legkönnyebb, szerintem akkor könnyű egy új nyelvet megtanulni, hogyha azonos nyelvcsaládból származik. Tehát mit tudom én, nagyon-nagyon jól beszélsz franciául, és utána szeretnél mondjuk, mit tudom, spanyolul megtanulni, vagy spanyolról portugált, ha az egyiket nagyon jól beszéled, akkor könnyű menni a másikra. De ahhoz nagyon-nagyon jól kell beszélni az egyiket, egyébként keverni fogod. Törjünk össze egy illúziót, és igen. Most itt pont ebből a könnyű, nehéz próbálok határozottan fogalmazni. Mert egy picit ez olyan, mint a sport. Ugye ma már az internet tele van azzal, hogy vedd meg ezt a nem tudom mit, két hétig napi 4 percben csinálj így, és akkor bemutatnak egy őrült kockás hasat, és azt mondják, hogy megvetted, ez lesz két de hét tudod, múlva. De tudod, egyszerűen bedobod a kapszulát, és igen. Másnap -5 kiló leolvad magától. Látod azt leolvad. A kockás hasat, és normál vezet tudod, hogy abban egy életmunkája van benne. Tehát van az illúzió, hogy lehet könnyen is. Nekem az a mániám, hogy semmit nem lehet könnyen. Én azt gondolom, te az ülőgumót használtad például a kínainál, hogy oszlassunk már el egy tévhitet. Nem lehet hetek vagy néhány hónap alatt készségszinten egy nyelvet
elsajátítani? Mondanék prót és kontrát, aztán mondanám a saját véleményemet. Tehát vannak ugye ezek, azt is említettük korábban, hogy vannak ezek az újabb nyelvtanítási módszerek, ahol ugye ilyen panelekben, vagy mondatok megtanításáról van szó, és egyébként meg is jelentek ilyen könyvek, most nem emlékszem a címére, de ilyesmi, hogy mit tudom én. Úgy gyakorlatilag a spanyolt most már szinte csak így tanítják, mert too painful végigmenni azon az úton, hogy a multidők, hogy hányféle multidő, hogy azt hogy használják, mert ott elveszik. És kiveszi belőle a dinamikát, mert azt mondja, hogy ezt én föladom, mondja valaki menet közben. Miközben, hogyha ezekbe a panelekbe oktatod, akkor egyszer csak megjön a nyelvhasználat, és egy picit nem tudja, hogy mitől, de azt úgy használja. Igen, csak azért engedtessék meg ugye ez a komment, most mondok egyébként talán egy ilyen márkát is, vagy ilyesmi, aki nagyon sok könyvet publikál ebben a témában, az egyébként Cifra Éva, aki azt mondja, hogy egy módszer kell ahhoz, hogy az ember ugye nyelveket tudjon tanulni. És tulajdonképpen ezekkel a panelekkel, gyakran használt kifejezésekkel remek eredményt ér el nagyon sok ember. Tehát mondok valamit. Valaki el akar menni külföldre recepciósnak abban dolgozni, valóban körül lehet írni ezeket a munkaköröket, vagy a gyakrabban előforduló kifejezéseket, témákat, nem olyan túl sok, tehát ilyen diszkrét mennyiségű mondattal. Ugyanakkor azt gondolom, hogy ugye kérdezted azt, hogy lehet-e erőfeszítés nélkül, vagy ugye munka nélkül nyelvet tanulni. Szerintem nem. Ugyanakkor, tehát annak nem feltétlenül kell, hogy munka legyen. Tehát, hogy az nem feltétlenül egy göcsörtös, hanem megtalálhatod azt, hogy mit szerez benne. Oh. Neked is biztos van egy történeted a franciával és a borral. Egy franciával. De és figyelj, és olyan van, hogy valakinek nincs nyelvérzéke? Mert erre szoktak még hivatkozni, hogy azért nem tudok megtanulni, mert nekem nincs nyelvérzéke. Szerintem nincs ilyen. Itt elmondanám egyébként az édesapám példáját, aki nagyon-nagyon gyakran mondja azt, hogy ők nem beszélnek nyelveket, ugyanakkor nagyon gyakran mondja azt, hogy neki arra van szüksége, hogy leírjon bizonyos dolgokat. Tehát, hogyha ő grafikus módon tanul meg bármilyen nyelvet, hát akkor le kell írni. Uh-huh. Tehát, érted, ez olyan dolog, hogy nem tudom, hogyha te mondok valamit a kalligrafikus nyelvekben vagy jó, hát akkor azonnal kezdj el, nem tudom, ezekből a nyelvcsaládból, mit tudom én, kínai tanulni, koreai tanulni, stb. Szerintem nincs olyan, hogy nyelvérzék vagy nyelvérzék hiánya. Pontosan azt, amit te mondod. Mi a személyes tanulási technikád? Uh-huh. Vizuális, auditív, kaligrafikus. Hát amúgy egyébként valahogy... én angolban annak idején, amikor elkezdtem tanulni, akkor nagyon sok minden dalokon keresztül tanultam meg. Mert nekünk Beatles dalokon keresztül kezdték tanítani a nyelvet a suliban, és valahogy ez így bennem maradt, és azóta bármilyen jó slágert hallgatok, vagy szeretek, akkor azt megjegyzem elejétől a végéig, és tudom kívülről. Nagyon jó. De akkor ez a te módszered. Ezt nem is mondtam az elején, de nekünk igazából, amikor angolul tanítottak, és most egyébként egy váci általános iskoláról beszélünk. Tehát majd a tanáron is annyi múlik. Abszolút. Abszolút. Tehát mi akkor még ugye kazettáról, meg akinek már ugye CD-n is megvolt, CD-n is hallgattunk ugye ilyen dalokat. Igen. És azt gondolom, hogy ez is egy kiváló módja annak, hogy egy kicsit ugye a nyelvi ignoranciát is csökkentse, hiszen a dalokban nem lesz tökéletes a nyelvtan, ugyanakkor nagyon-nagyon sok szót és kifejezést meg lehet tanulni. Tehát azt gondolom, hogy mindenkinek meg kell találni a saját útját, ami hát idő kell bele, de hogy nem kell, tehát nem feltétlenül kell az, hogy ez így fáradtságos legyen, vagy göcsörtös. Az edzés nehéz, erősnek lenni jó. A tanulás nem könnyű, de tudni az nagyon jó. Tehát szerintem te egy kitűnő rólmodellje, egy példája vagy annak. És idáig az elmúlt bő fél órában csak magyarul hallottunk. Tehát igazából miért higgyük el, hogy te tizenvalahány? De ne! Hogy akkor most így, hogyha lassan befejezzük, akkor megkérhetünk arra, és nem egy ilyen cirkuszi látványosságot akarok belőle csinálni, bár igen, hogy mondjuk köszönjél legalább 6 nyelven. Ó, persze, megpróbálhatjuk ezt is. Ugye itt a... Do you want to continue in English? Yeah. Cool, it's all fine with me. Okay, so... Say goodbye in English, Spanish, Russian, Chinese, whatever you want. Okay, fine. So you want to finish the conversation. Okay, so French. Au revoir.
hasta luego. Így mondják ugye mondjuk Latin-Amerikában főleg, de mondjuk adios lenne, hogy Spanyolországban szeretnéd hallani. Portugálul. Például mondják azt, hogy ciao. Tényleg. Szerintem ez nagyon sok helyen mehetne. Akkor én nagyon portugál vagyok. Ó, igen. Das vidanje, ugyebár oroszul. Ugye azt gondolom, hogy ugye, tehát hogy érdemes igazából ezt is ugye ilyen úgy nézni, hogy ugye egyik helyen, másik helyen pontosan mit mondanak. Ugye magyarul is el tudunk köszönni. A magyar nyelvet ugye mondjuk, hát országon belül mondjuk 10-15 millió, hogyha ugye a külföldön élő magyarokat és finnen veszük beszélik. És mindig azt kérdezték, hogy és egy ekkora nyelv az nem fog kihalni? Tehát, hogy lesznek olyan beszélők, akik ezt folytatni fogják? És az érdekes, hogy nyilván egy 130 milliós Mexikóban, vagy egy nyelvi olvasztó tégelyben azért ez nem olyan, tehát számukra ez nem evidencia. Ugyanakkor szerintem az itt legalábbis Európában simán vannak mit tudom, 2 milliós nyelvek is, meg akár pár százezeres nyelvek is. Szerintem ez nagyon-nagyon fontos, tehát ez a sokszínűség, a sokszínű gondolkodás, az eltérő kultúrák, azt gondolom, hogy ez mind hozzánk tesz. Hát igen. És egyébként az jutott még eszembe így a végére, hogy én például imádom, amikor valaki külföldi próbál magyarul beszélni. Zseni. Nem megy neki olyan jól, de imádom. A TikTokon van egy lány, a kínai boltos lány. Nem tudod? Nem, de figyeltek, nézzétek meg. Egyfolytában beszél magyarul, hát úgy, ahogy, de megérted, de próbál, és mindent mesél. Meséli az életét, mutatja a boltját, a termékeit, most nem jut eszembe a neved, de keressétek meg, ja. Imádom. És a kínai, mint egy alkalmazkodó kultúra, bárhol vagy a világon, bárhol, ott van egy kínai bolt. És azt veszed észre, hogy egyszer csak megtanul a kínai boltos azon a nyelven beszélni. Vagy legalábbis azt, hogy 1500 azt elmondja. De végtelen szolgálmas. És igen. Gondoljatok bele, hogy mi lenne, hogyha ő perfekcionista maradna, vagy nem lenne nyelvi ignorancia. Sosem beszélne magyarul valószínűleg. Nem venni semmit a kínai boltba. Viszont kiválóan megérted ettől függetlenül. Igen. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt jártál nálunk, és további sok nyelvet. Köszönöm szépen a lehetőséget, köszönjük. Minden jót köszönjük nektek. Szépen. Köszönöm szépen. Hasta luego. Ciao. Szia. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Iratkozz föl, nyomd be a csengőt, és azonnal értesítést kapsz új tartalmainkról.